A Csallóközi Múzeumban szinte minden hónapra jut egy-egy képzőművészeti kiállítás. A sort Molnár Rozália Fényszilánkok című tárlata nyitja, majd jön a többi kiállítás. Tavasz elején Csukás Varga Edit, Ausztriában élő képzőművész, és Cseh Péter, járásunkban élő keramikusunk közös kiállítására készülünk, ez március 22-én nyílna. Évről évre megrendezzük a képzőművészeti spektrumot, ez most már a 21. év folyama lesz, ez május hónapban nyílik. Utána folytatjuk hagyományosan a csallóközi színes ceruzákkal, ez június elején kezdődik. Augusztus elején szigetközi és csallóközi képzőművészeti együttműködés állomásaként a kortárs művészeti panoráma csoport munkáit fogjuk bemutatni. Szeptember elején nyílik a múzeum saját gyűjteményéből történelmi regionális kiállítás, a címe a Csallóköz, az első Csehszlovák köztársaság megalakulása idejéből. Októberben következne M. Nagy László fotókiállítása, novemberben a Nyugoszlovákiai Képzőművészeti Szövetség közös tárlatára kerül sor, majd az évet zárnánk Nagy Dániel és barátai fiatal csallóközi képzőművészek bemutatkozó tárlatával. A Vermes villában székelő kortárs magyar galéria is különféle stílusú képzőművészeti kiállításokkal várja a művészet kedvelőket. Ismert és kevésbé ismert alkotók, művészeti csoportok egyaránt bemutatkozási lehetőséget kapnak. Február 9-én kerül megrendezésre Almási Róbert festőművésznek a kiállítása, őt követi majd márciusban Varga György kiállítása. Mindig vannak visszatérő vendégeink, ez most sem lesz másként, ilyen például a Nemzetközi Művésztelep, ami 19. alkalommal kerül megrendezésre, ezen kívül az Aranykert, mindkettőnél nemzetközi művészek látogatnak ide Dunaszerdahelyre, többek között itt alkotnak is, és aztán a kiállítás pedig az ő képeikből és műveikből születik meg. Ezen kívül a MAOE ismét ellátogat hozzánk, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete. Tavaly a tanárok és mesterek válogatott műveit tekinthették meg, látogatóink idén ismét újabb színfolttal készülnek. Dunaszerdahely két fontos kulturális intézményében nem csak képzőművészeti kiállításokkal várják a közönséget. Az év folyamán a Csallóközi Múzeumban és a Kortárs Magyar Galériában többek között előadások, beszélgetőestek és koncertek is lesznek.